Tengermély tiszteletem, kedves emberké, én Oszkár vagyok, és ez itt a Duke Nukem 3D végigjátszásomnak a 35. része. Going Postal című pályán vagyunk. Sajnos több referencia nem lesz. Ez az utolsó, ami nekem itt fel van jegyezve. Nos, tulajdonképpen itt lesz egy olyan fürdőhelyiség, egy fürdőszoba, aminek a... tehát rá van írva ott a falra, hogy pick up bart, vegyétek fel bart. És ez fordítva van ugye felírva a falra. Ugye tükörbe kell belenézni ahhoz, hogy el tudjuk olvasni rendesen. És ez egyértelműen egy referencia a régi Simpson, egyik régi Simpson család epizódra, amikor is Bart egy telepatikus üzenetet próbál küldeni az apjának, de ezzel csupán azt írja el, hogy egyik barátja felírja ugyanezeket a szavakat a falra, ugye fordítva. És van egy másik ezzel kapcsolatos referencia, méghozzá a harmadik epizód 9. pályáján, ezt nem tudom miért így külön írták, ez a stádium, tehát a harmadik epizódnak a fő bossza, fő ellenség pálya. Azt egyébként be is mutattam nektek, hogy ha felrepülünk jetpackkal jó magasra, akkor ott van egy ilyen kis repülő alkalmatosság, amiben hogyha egy RPG-vel belelősz, akkor egy csomó fegyver ugye kiszabadulna is, hogy hát állítólag ez is ugye a Duff Beer, ez is a Simpson családra referál. Na hát ennyi volt a tulajdonképpen a referencia, úgyhogy innentől kezdve ezzel már nem kell foglalkoznom. Viszont a játék az még tart, még van azért néhány pálya, amin keresztül kell verekedni magunkat. Ebben az epizódban már nincsenek titkos pályák, tehát csak ez az egy volt. Hú, és micsoda jó zene van a háttérben, hallod? Szerinted le lehet menni oda? Nem lehet lemenni, úgyhogy vissza is töltöm. Húha, ajajaj. Turret. Gondolom nem egyedül volt a turret. Ó, van itt víz, akkor nem kell befoscsizni, jól van. Hát igen, hogyha nagy távolság van, akkor nem kell, nem annyira veszélyesek ezek az alienek. Oh yeah! Ó, itt is van víz. Jól van. Na, turret. Van még turret. Iha. Megsüllyedt valami. Láttad ezt? Valahogy ezt a remegést? Olyan dagat voltam, hogy megsüllyedt alattam a busz. Na, van egy olyan érzésem, hogyha oda beúrok, akkor egy titkos helynek lehetek a tanulja, de nem. Túlságosan elkalandozott a fantázia világom. Puty! Going Postal! Na ugye a maga a pályának a címe, az meg ugye egy régi, szörnyű, tragikus eseményre utal, amikor egy postás ember kikelt magából. Tehát valami lelki problémája lehetett, és aznap úgy ment dolgozni, hogy mindenkit lelőtt. Tehát egy ilyen komoly vérengzésbe kezdett bele. Durva. Na mindegy. Akkor nézzük meg, hogy... Hoppá! Ez a bombicskó, ez jó egyébként. Szeretjük. Csak már sajnos elfogyott. Hogy? Anyádat már pusztikáljál megfele. Na akkor durrancsunk. Hogy mi ez? Ráz az áram? Oh my god! Let's do this shit! Egyébként ezt ki is lehet nyitni ezt az ajtót, hú, de faszányos! Sőt, az üveget ki lehet törni és átmenni rajta, hogy ez mekkora nagy szám volt 96-ban, öregem. Berosálsz. Mik ezek a papírok, kötvények? Ki akar egy kicsit? Úgy! Ez az! Mi jó? Jó, ezek levelek akkor. Aha, igen, ezek levelek. Jól van, levelük. Ez valamit kinyitott. Szemétledobó? Hallodjuk. Na, ezt nem lehet kinyitni. Előbb-utóbb el fogunk jutni oda. Viszont itt van egy titkos hely, látom. Na, gyerünk már.
Kutyatappancs. A korábbi mészárlások révén ugye tudhatjuk, hogy ez mire utal. Na várjál. Hol van még egy csőbombajcs? De várjál, ott ég fent valami. Nézzük már meg jetpackkal. Mi lehet az? Ja, ennél magasabbra nem is lehet felszállni. Igen, ott a pálya limitációja. Mindegy. Új. Anyár. Hát igen, ez egy elektromos mező. Jaj, még most keltem fel egyébként. Várjál, mert itt valamit nem lehet kinyitni. Nem ártana. Igen, csak az egyet lehetett, úgy látszik. Na várjál, mit kell most itt csinálni akkor? Az itt a fő kérdés, ugyebár? Ja, hát persze be kell ugrani ide a szemétledobóba. Egyértelmű. Úgyne. Mielőtt még kikeltek. Rakétavető, fucking yeah. Így igaz? Na mi van még itt? Kis cicás csaj, vagyis hát ő. Szóval érted? Oké, menjünk tovább. Ezt így kell csinálni, jaj. Tudtam én, hogy be lehet ide jutni valahogy. Na várjál, akkor durrancsunk inkább. Uá! Ez az. Elég sok lőszert beléd lövök, de hát kit érdekel. Ez az. Pontosan így. Itt van egy csomó fölösleges. Sem működtethető dolog, de nem baj. Pontosan ezt szerettük a Duke Nukemben. Többek között. WC, klasszikus jelenet. Na igen, ez az. Tükörbe belenézünk. Pick up Bart. De jó. Igen, egy kis életerőita. Ez micsoda? Papíruszon. Asztalat, nézd már ide. Na várjál, hogy kéne ezeket megfingatni. Vannak ilyen trip bombok is, de hát maradok a sörétesnél. Na gyerünk már. Pusztulj! Ez az. Your enemy, a kutya. Ja, Istenem. Mi az ott? Géppityú? Nagyszerű. Sörétes lőszar. The Gun, Big Gun magazin. Hoppá, látlak. Ennyi értelme volt egy szomból, mert kitér jöttem ide fel. I might. Ez biztos, hogy ki lehet nyitni valahogy. Ez Hodziher, de hogy? Dog. Ah, de gonoszak a fejlesztők. Na mindegy, hát végül is van is ilyen medkittem, úgyhogy annyira nem lényeges. Vagy lehet még ide, ebbe is bele lehet lőni? Nem hiszem. Vagy mibe lehet még belelőni? Na jó, hagyjuk. Hát az előző pályán, öregem, a titkos pályán, ezt kommentben is írtam, meg néhányan még e-mailben is megírták, hogy ez nagyon nagy mák volt. Hogy a pálya végén rájöttem arra, miszerint hogyan lehet, tehát azt a kódot megfejtettem teljesen barkóba jelleggel gyakorlatilag. Ez nagyon durva volt. Na de megvan a kék kártya, úgyhogy menjünk tovább. Ajaj, gyanús.
Igen, a pisztoly az egy jó fegyver még itt is. Hogyha ellenfélre fogod rá, akkor sokkal pontosabb. Akkor egy pontos fegyver lesz. De vajon, hogyha ezek onnan estek ki, akkor én oda talán fel is mehetek. Így igaz. És ez itt szerintem egy titkos hely lesz. Ouch! What the fuck? Na, nem tudjuk felkapcsolni a villanyt, de hogy nem. Én csak kiégett a biztosíték, hogy valami cucc. Na, hány takot, hány taknyot kell még szétrúgnom? Hopp, ezt ki lehet nyitni? Ah. Oh yeah. Pöcsön! Oh yeah. I'm awesome. Hoppá! Oké. Amit látjátok, most próbálok jobban odafigyelni. Ujjjj! A titkos helyeknek a megtalálására. Ujjjj! Ujjjj! Ne-ne. Nem ér ilyet csinálni. A piros kártyát egyből megtaláltam. Vája. Ügyni. Igazi akciófilm. Die. You ugly motherfuckers, if it bleeds we can kill it. Oh, Devastator. Want some. Ki akar egy kicsit, egy keveset? Hogy? Várjál. Ez is ilyen izékből, spritekből lett összerakva. Ugye ennél bonyolultabb formát nem is lehet kihozni. Ez valóban 3D-s egyébként így. Ugye mert a levegőben lóg, de nincs térbeli. Na mindegy, hát majd egyszer, hogyha csinálok pályát, akkor úgyis látni fogjátok ezeket a huncutságokat. Szent tehén. Na, akkor azt mondja, hogy... Yeah. Mentsünk is azért néha. Igen, gyanús volt nekem ez. Meg ez furcsa, hogy egy rakétavetővel nem lehetett volna belőni. Igaz, talán meg se próbáltam. Na várja. Hú, eléggé legatyásodtunk lőszerügyileg. Jó, fagyasztó megvan. Na. Mi az, ami itt még esetleg birtokba vehető, és számomra előnyös? Azt akarom most itt megnézni. Hát azt hiszem, hogy nagyjából megvan minden, ugye? Amiért jöttünk, az végső soron már az enyém. Birtokba vettem, ugye a piros kártya volt a lényeg. Jó, akkor itt átmegy. Jó. Királyság. Hm.
Hasta la vista, baby. Nem annyira látványos, mint a izében, Terminátor 2 filmben, de azért megteszi. Na, mail. Akkor itt vannak ilyen bombicskuk. Ezt nem lehet sajnos vezetni. De örültünk volna Zolival egy vezethető járgánynak a 90-es években, mármint a Duke Nukemben. Robbanás veszély van, úgy érzem. Igen, sárga kulcs kártya az ide való. Na gyere, játsszuk le! Úgyne. Jól bírja a pisztolylőszert. Megsült a fenekem egy pillanatra, de aztán egy atomik heltet benyomtam, és már is jobban érzem magam. Na gyere! Ne fogd vissza magad! Úgyni. Erre való a pisztoly. Az ilyen kis takony ellenfeleknek a lelövésére. I sense danger. Hát, ezt elég jól megcsináltam, szerintem. Ó, innen egy tank fog kijönni, ez szinte biztos. Ú, vagy még rosszabb. Végülis, ja, így is meg lehet csinálni. Húhú, öregem. Azért egy páron most rám jöttek. De jól megcsináltam szerintem. Úristen, jó volt ez a robbanás itt. De vajon ez is gyanúsít nekem. Nekem minden gyanús. Ja, hogy ezekkel lehet robbantgatni. De csak egyszer. Mindegy. Egy csomó lőszerhez hozzájutottunk most, gyerekek, úgyhogy ja, az így. Gyere csak ide. Gyere, dugd ki a fejed. Megdög lesz mindjárt. Ah. Son of a bitch. Ez az. Isten vagyok. Na megvan a sárga kulcs. Hát igen, ez már a negyedik epizód, itt már azért. Juhújcs! Vajon át tud itt jönni? Vajon? Shit. Jobban belegondolva. Jobban belegondolva. Pontosan így gondoltam. Ugye van itt egy csomó lőszer, akkor már miért ne? Úgyni. Ost case. Remélem több nincs. Mi volt ez? Ja, gondolom egy ilyen izé.
bombicskú, amit így megidézett. Igen, az. Na várj, azt akartam megnézni, hogy itt van-e még valami ellenfél. Típus. Szerintem nincs. Minden meg van oldva. Let's go! You fucker! Ennyi lett volna. Csak egy titkos izé helyet találtam meg, pedig az elég jó körülnéztem. Nem? Na mindegy, hát akkor ennyi volt. XXX Stacy lesz a következő pálya, gyerekek, remélem, hogy tetszik a sorozatom. Hogyha tetszik, akkor lájkoljatok, nyomjatok egy lájkot, osszátok meg Facebookon, Twitteren a videóimat. Iratkozzatok fel a csatornámra is, hogyha kíváncsiak vagytok, mi lesz a következő videó, akkor a videó leírásában lévő naptárra kattintva ezt megtekinthetitek. Na, ennyi volt, úgyhogy tarts velem legközelebb is. Hello!